Tiszteltel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! A székelyföldi turisztikai települések minden bizonyjal tártkarokkal várják a turistákat, az önkormányzatok pedig a lehetőségekhez mérten igyekeznek olyan beruházásokat eszközölni, amelyek a helyiek komfortját, közérzetét is javítják. Székelyföld egyik legismertebb településén szabadtéri strand is épül, amely a tervek szerint idén nyáron már használhatják is a fürdőzni vágyok. Ma én meghívottam Korond Kösség polgármestere, Katona Mihály Tiszteltel. Köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Minap uh, átutaztam paraj, Korondon és Parajdon is, nyilván uh, annyira közel van a két település időnként, uh, összekeverem őket, szóval láttam, hogy jól haladnak a strandépítéssel, Korondon, az Árcsón, uh, nyáron csobbanhatnak már benne a fürdőzni vágyok. Hát a Jóisten, hogyha megsegít, erőt, egészséget ad, akkor azt hiszem, hogy júliusi hónap folyamán ezt a beruházást által tudjuk adni használatban. Most jelen pillanatban a teleprendezési munkálatok zajlanak, és úgy látom, hogyha a május időjárás kedvező lesz, tudnak haladni a kinti munkákkal, akkor július, július 1 akkor meg tudjuk nyitani a, a strandot a turisták és a korondi emberek számára. Édes víz lesz. A medencében. Jelen pillanatban édesvízzel fogjuk elindítani a működést, de tárünkben van az ásványvizes medencének a képítése, valamint egy sósvizes medencének a megépítése, és a, közép terve, a középfogó terveként pedig egy termál fürdőnek a képítését is tervezzük. Régebb ugye az Árcsónál szervezték meg a fazekas vásárokat, most ott mintha átalakult volna az övezet. Mi van most ott? Igen, Árcsó valamikor ott volt az Árcsói fürdő, a fürdő település, egy elég híres fürdő, fürdő részlege volt és úgy gondoltuk, hogy a hagyományokhoz híven oda építsük vissza a strandot, ahol eredetileg meg voltak építve el a, a régi strandok. Most egy egészen más környezet van, hisz ott a turisztikai szempontból a, a turistafogadó, mellette van egy vendéglátóegység, ott a, a kialakítva, és ide próbáljuk igaz -e, minél hamarabb üzembe helyezni ezt a strandot, és a további bővítés szempontjából további telkéket szeretnénk vásárolni, hogy ennek a, a fürdőnek a bővítésébe tudjunk gondolkozni. Polgármester úr, milyenre sikeredett az idei költségvetés? Örültek a, a település vezetők, amiért már január végén, február elején el tudták fogadni a költségvetéseket, nem úgy, mint tavaly, amikor valamikor, ugye májusban volt igen. költségvetésük, de uh, milyen? milyenre kerekedett a költség. Hát hála jó Istennek azt mondhatom, hogy mivel idejében is volt a költségvetésünk elfogadva, azt kell tudjuk, hogy mi egy költségvetésnek az elfogadása, az összeállítása nagyjából egy képlet szerint történik, ami magába foglalja a lakosság az infrastruktúrát, az előző esztendőben megvalósított költségvetésnek a százalékát, és annak a függvényében lehet tervezni, mert hogyha én a tavalyra csak 85 százalékosan tudtam megvalósítani a költségvetésemet, a törvény szerint csak 85 százalékra tudok tervezni. Ezért van az, hogy minden esztendőben arra hajtunk rá, hogy legalább 90-95 százalékban a megvalósítást tudjuk megvalósítani a tervet, mert akkor a következő időszakban szinte 100 százalékra tudunk tervezni a, a költségvetésben. Egyébként helyes ez az elgondolás, hogy így épülnek fel a költségvetések hogyan lehet. Hát 65%-át kapjuk vissza a, a jövedelmi adóból. Azt hiszem, hogy sem koron, sem Hargita megyében még egy olyan település, amely saját magát fent tudná tartani, a visszosztás nélkül én a saját jövedelméből nem ismerek, de azért nagyjából hozzájárul, mert a saját bevételünk majdnem 55-60 át teszi ki a költségvetésünknek, és a többi visszosztott részét a jövedelmi adóból és a tevejából kapjuk meg az iskoláknak, az intézményeknek a működésére. Most milyen beruházások zajlanak a községben? Hát hála Jóistennek a, a beruházások szempontjából jó állunk. Vannak, amiket a tavaly befejeztünk, az Ivovíz hálózatnak a bővítését, azt befejeztük által is adtuk a, a, a használatát. Jelen pillanatban Pápatokán és koronon zajlik a... Az operatív program keretén belül az általános iskolának a teljes körű felújítása, az egy nyolc iskolának a teljes körű felújítása zajlik, folyamatban van a korondi mentőállomás és egészségügyi háznak a teljes körű felújítása, a 85 ban van mostan elkészítve, ezt az idén által tudjuk adni már használatba. Folyamatban vannak az angelszalini program keretén belül megnyert pályázataink, a több mint 8,7 kilométer magába foglaló korondot, összekötő, korondot pápatokával összekötő útnak az aszfaltozási munkálatai, valamint a korondon 4,5 kilométerben a második koptató rétegnek a, a lefektetése. De jelen pillanatban ezek a programjaink vannak, amelyek szaladnak, amelyek folyamatban vannak. Azon kívül még vannak pályázataink, ami elbírálás alatt már voltak és szerződéskötünk, a, a kivitelezéssel ilyen a korondi általános iskola építési munkának a befejezése, valamint a negy, 40 férőhelyes bölcsődi, bölcsődének a megépítése a korondközség központban, egy hat lakrészes szolgálati lakásnak a megépítése. Szintén a korondi központban ezt a helyre, helyreállítási alapból pályáztuk. Úgy szintén zajlanak a... a tervezési folyamatok a Fenyőkúti Kultúraton tetőszerkezetének a teljes köri felújítására, valamint a befogadó kapacitásnak a növelésére, egy multifunkcionális sportközpontnak a megépítését szeretnénk mostan tervezni, mert a Korondi focipályát áldoztuk fel a két beruházásra, a bölcsődének és a szakorvosoknak, a tanároknak, a szolgálati lakásának a megépítésére, és azt szeretnék, hogy jövőben, Jóisten, megsegít az országos beruházási igazgatóságon keresztül tudnunk megpályázni egy Korondi focipályának a létrehozását. Úgy szintén jelen pillanatban tervezés alatt van egy öreg, nem öreg otthon, hanem öregeket nappali foglalkoztató központ, idősek nappali foglalkoztató központja, és ö, ö, úgy szintén van egy szociális ö, ö, Szo szociális központnak a megépítése hátrányos helyzetű gyerekeknek a kezelésére, gondozására. Hát a programjaink ezek olyanok, hogy a kiírásokat figyelvel általában felkészülünk, elkészítessük a megvalósítatási tanulmányt, és amikor majd a kiírásokra idő, vagy a megtörténnek, akkor rögtön tudunk lépni. Még egy nagyon fontos pályázat, kiírás a, a, községünk számára, egy 500 megawattórás fotovoltikus partnak a képítése, amely hozzájárulna a derítőállomás, az intézményeknek és a közvilágításnak az elektromos áram ellátásával tekintettel, hogy az idő az utóbbi időben a gáz és a villamos áramnak az ára úgy megszökött arra azt gondoltuk, hogy ez nagyban fogna segíteni, hogy ezeket normális körülmények között tudjuk működtetni. Polgármester úr említette, hogy bölcsődét építenek Korondon. Mit mutatnak a tavalyi népszámlálás előzetes adatai? Gyarapodott a község, fogyott a lakosság? Mi van? Hála Jóstennek, Korond község 280 személyár gyarapodott ezzel is mondtam, hogy megy megye második legnagyobb település lett parajd után. Úgy látom, hogy az emberek ilyen időszakos munkavállalásra elmennek, de hazajönnek, itthon próbálják meg azt a megkeresett összeget kamatoztatni, befektetni, beruházni, és itthon úgy látom, hogy a, a, az embereknek a, az összetartozása, az élet színvonala annyira hála Istennek megvan, hogy nem szerint, nem akarnak elmenni, és ez őrvendet dolog a mi számunkra is. Bár parajdi emberekkel találkozni szerte az országban, még mindig jellemző az, hogy, hogy a, a főbb turisztikai településeken azért ott vannak a korondi emberek? Igen, ott, ahol turisztikai központ van, ott a korondi embert meg lehet eh, találni, akár Herkulás fürdőn, akár eh, Vedném a Prahova völgyit, vagy Gyilkostó környékén, és ezek ilyen családi vállalkozások keretében zajlanak le, eh, azt mondom, hogy a, vagy a Fekete tengeren, eh, időszakosan két-három hónapra, négy hónapra eh, vannak, ami, akik elmennek, akkor vannak, akik a téli időszakot is kihasználják, a sípályákon is már megjelentek, úgyhogy a korondi embernek a leleményessége az továbbra is fenn van, és megmaradott, és ez biztosítja a jövőt is. Ilyenkor megy az egész család, ha gyerekek vannak? Általában úgy van, hogy akik iskolába járnak a gyerekek, azok ide maradnak a nagyszülőkre. Ha van olyan gyerek, amely már végzett és nincsen el, elhelyezkedve munka az akkor a családhoz csatlakozik, és így a, így a családi vállalkozás keretében belé működtetik. Hát a kereskedelem az azért két ember minimum kell, mert egyik az árubeszerzéssel foglalkozik, akkor a másiknak ottan kell legyen az eladó kicsi üzletjénél, hogy fogadja vendégeket, a turistákat. Iskola felújításról is beszélt ezek szerint, és hogyha gyarapodott a község, akkor van gyerek, aki iskolába járja. Sőt, még ha bölcsöde is lesz. Hát hála jó Istennek, hogy így vagyunk, már a, egy előzetes felmérés alapján tudtunk majd tud, tud a bölcsődére is. Nem a, egy nagy, középfokú bölcsöde szeretnénk, egy 40 fős szeretnénk, ami azt jelenti, hogy a következő generációban már a 40 gyermek már biztosítsa a napközinek a használatát, és ezt ez községi szinten próbáljuk lefedni. Uh -huh. a, az említett uh, tanyákon, uh, szétszórt településeken is működnek iskolák? Igen, Korontos kell tudni, hogy három nagyobb település tartozik, Pálpatoka, 960 méter tengerszinten van Pápatoka és Fenyékút is. Há, mind a két település körülbelül a 300 főt számlál. Van agyha településünk, az egy elöregedett település, inkább azt mondtam, ami 180 fős lakós kicsi település, és két tanya, világ, vadasmező és kalonda. Mindenütt Atyhában egy négy osztály, és óvoda működik, oda sikerült új iskolát építsünk ezelőtt egy pár évvel. Pápatokán és Fenyőkúton egy nyolc osztály működik, ott a mostan zajlanak az iskola felújítási Munkálatok, és sikerült egy új közösségi házat is építeni az ott lakók számára. De, polgármester úr öregedik agyha, de azért nem állnak üresen a lakások, a házak, ahogy látom, hiszen azért ott neves vendégek is megfordulnak időnként. Így van, most nem elhagyatott bennmalokról, vagy házportákról portákról beszélgetünk, hanem az az állandó, akik ott lakik, lak, lak, lak. lak, de viszont minden egyes háznak, bennvalónak van tulajdonosa. Vannak olyanok, akik elszármaztak, esetleg úgy mondom, Temesváron lak, lak, laknak, de hazajárnak, itt vannak évközben legalább 5-6 hónapot, vannak olyanok, akik az anyaországból telepettek oda, úgyhogy az élet azért zajlik a is. Igen, és úgy tudom, hogy Áder János volt köztársasági elnök, elég gyakran megfordult. Ottan a kihára, is, igen. de neki él a kámon, a, a családi ház. De itten, a, itten vannak, igazából a Laci bácsi, a művészúr keretén belül aki állandó kiállítás, kiállítás van, nagyon sokan, nagyon sokan jönnek és megfordulnak. Hát egy elég úgy mondhatom, hogy nem kihaló félbevaló település, viszont nekünk a lényeg az, hogy az állandó lakossághoz gyarapodna. Mostan fiatal vállalkozók vannak, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, bízunk abban, hogy Isten megsegít, hogy aztán majd akkor a, szaporodás is el fog indulni. Fenyők úton és Pálpatakán vannak turisztikai lehetőségek, hiszen azok gyönyörű táj. Hát Fenyőkúton az kell mondjuk, ott van a Fenyőkúti tőze, tőzegláb egyedi e, turisztikai látványosság. Vannak ott e, ottan inkább, minden mondtam, családi vállalkozással, e, a telfél dolgozók, vannak, vannak, amelyik a Fenyőkúton egy nagyon, nagyon jó beáratott és elég híres e, e, ilyen természeti gyümölcsnek a fe, gyümölcsfeldolgozó, műhely, de ezt is minden családi manufaktúroként működtetik. Rengetegen megfordulnak most az elmúlt hetekben is, több mint 1500 diák az Erasmus program keretén belül meglátogattak. Ilyenkor elmennek a kézműves műhelyekbe, tőzeglápra, vannak, amikor kulturális estéket tartnak, ott, és a gyerekek, a felnőtök összeforva próbálják a kulturális életet is fenntartani. Könnyen megközelíthetőek ezek a települések? Fenyék út településünk köz már aszfalt vezet, és az idén az Isten megsegít, mint ahogy mondtam, az Angél program keretén belül sikeresen pályáztunk a Korondot pálpatakával összekötő útra. Ott már a munkálatok a kivitelezés folytatódik, és úgy látom, hogy az, ősz, az őszig ez befejeződik, és akkor Korond össze lesz kötve aszfaltútól, a pálpatakával is, Fenyék is. Általában Korondnak, mint község, mi a, hát tudjuk, hogy mi a fő turisztikai vonzereje vannak, szálló vendégek is, vagy általában csak átutaznak és vásárolnak Korondot? Van vannak szálló vendégeink, és az utóbbi időszakban a turisztika, a turisztika Egyesületét is megalakítottuk, és itt elég komoly hálózatot tudtak építeni. Úgyhogy azt mondanám, hogy Korondon olyan elszállásolni éjszakákkal körülbelül 5-600 férőhely van. Ami nyári időszakban, turisztikai időszakban az általában le is van foglalva. Mellette van egy kicsi unikum sósfürdőnk is, amit használnak az emberek és az odalátogató turisták. Ugye a turizmus szempontjából is már azért elő lépéseket tettek, hogy ne csak egy átutazó turizmus legyen a községünkben, hanem az odaérkező turisták egy-két napot tudjanak ott tölteni, koronon és megismerve a községnek a többi települését és azokat a lehetőségeket, amelyet esetleg még a főútól nem lehet látni. A, a fürdő az a csigadomban van, ugye? Igen, a csigadom környezetvédelmi tartozik. De egy természetes sósfürdő a, a turisztikai egyesületnek a kezelésében, a működésében van, és nagyon, nagyon, nem nagyon sokan látogassák nyári időszakban. Egyébként milyen az együttműködés a, a sóvidéki településekkel, Parajdal, Szovátával, Farkaslakával? Tehát Szovátától mondjuk el egészen udvarhelyig, ugye? Igen, mi a sovédégi kis térséghez tartozunk, amely magába foglal, azt hiszem, kilenc települést, Székelyvarságtó, Oroszhegytő, Fenyéd, Márifalva, Farkaslaka, Koron, Parajt, Szováta, és egy elég úgy mondom, hogy komponens települési csoportulásról van szó, hisz a líderekben, a líder lett pályázati lehetőségben is mind együtt pályázatunk, el tudtuk érni azt, hogy egyik település, ha szükséges, le tud mondani a másik településnek a javára, hogyha olyan beruházásokat eszközön és így az egész kis térség tud fejlődni. Él még a fazekasság hagyomány vagy, vagy már inkább, hogy is mondjam, a kereskedelemre fektetik a hangsúlyt? Hát azt kell mondjam, hogy ezelőtt egy pár éve még több család volt, aki foglalkozott a fazakassággal, azok közül többen átértek a kereskedelemre, de hála a nem mondhatom azt, hogy kialófélben van akár a fazakasság, akár a tapló megművelése, fafaragás vagy a szövés, mert vannak olyan fiatal családok, akik ezeket egyesületbe szövetkezve ezeket magukba foglalták, és ezeket művelik, és úgy látom, hogy van utánpótlás is. Egyébként honnan szerzik be az alapanyagot a fazakakhoz? Hát azt kell tudni, hogy azért van korondnak nincsen termű sok, ok, hogy korondon akár 60 centig valaki, aki leásatott, már, a, az agyag megvan van annyira agyagos, hogy ezért nem volt alkalmas gazdaság szempontjából, termé, főn, termelés szempontjából, és az elődeink itt ezt tudták kiaknázni, hogy akkor a, a népművészetre, fazakasságra fazakosságra hangolódtak. És régebben taplászok is működtek, emlékszem, hogy Borbát Barna a kollégámmal forgattunk is egy filmet, van annak már jó tíz éve, az, ez a hagyomány még, még tud élni, hiszen ott is az alapanyag, a tapló, az, az nem könnyen hozzáfér. Hát igen, ahhoz, hogy a taplót, az alapanyagot elő tudják teremteni, azért elég messze el kell menni, mert általában idősebb erdő, bükerdőkben található meg ez, akár a zsilvölgyén, akár már a marosi erdőkben, de hála istennek azt mondom, hogy ottan is van, hogy egy-két család kiesett, de vannak fiatalok, akik az utánpótlást biztosítsák, akár a családban, akár a baráti körben. Ez akár megélhetést is tud biztosítani a családnak? Vagy, vagy azért egy kicsit a kereskedelemmel össze kell ezt... Hát gondolni. a kereskedelemmel össze kell hangolni, mert igaz -e ez... Van, vannak itten is a direkt termelő, akik megtermeli, és a a kereskedővel közösen vagy, akkor olyan is van, aki megtermeli, de viszont van egy eladó üzleti vendég, vendég üzletje is, és abba próbál értékesíteni az áruját, saját hát áruját. Vannak akár bemutató műhelyek is, ha valaki elmegy, ahogy említette, hogy a fiatalok jöttek Erasmus programmal, megnézhetik? Igen, hogy, akár hogy a fazakasság szempontjából, akár a topló megművelés szempontjából külön műhelyek vannak kialakítva, és ez egy program, program keretében zajlik, sőt, amit még elfelejtettem is mondani, van egy aragónit múzeum, ami amely nagyon-nagyon híres, azt tudni, hogy ez egyedi, egyedüli aragónit megmunkáló üzem, csak korondon volt, és az aragónit bánya. Ott a most ellen az unoka működtetik, no, tanár úrnak az unoka működteti, és ezt az önkormányzattól közösen megpróbálnak felújítani, és azokat a termékeket, amelyeket ottan akár ajándék címen, vagy akár egyházaknak valamikor elkészítettek, ezeket próbálnak kiállítani. Készül a népi mesterségek háza is Korondó, Milyen célral akarják létrehozni valamest? Féltik ezeket a mesterségeket? Mert hogy egyre kevesebben foglalkoznak ezt, sajnos tudom. Hát a célunk az, hogy igaz, -e egy kalap alá venni, így mondjam, a, a, ezt a népi mesterségeket, akár a, a fazakasságot, akár szőés, akár tapló megmunkálás vagy fafaragás, ott bemutató műhelyeket, bemutató műhelyeket kialakítani, és akkor a fiatalok, fiatalokat is ráhangolni, hogy lehet, hogy valakinek megtetszik a fazakosság, de közben jobban ráhangolódik a taplók faragására, és akkor legyen lehetőség. Sőt, az iskolákkal is kapcsolatban lépve úgy jó lenne ezt kialakítani, akár szakiskolán bere, szakiskola keretén belül, hogy a jövőnek tudjuk biztosítani, hogy korondon a turizmus a fazakossághoz tudjon fennmaradni. Működik még a középiskola korondon? Igen, hála jó Istennek, december 1 egy egy vezető csere volt ezúttal, és köszönöm szépen a, a legköszönő igazgatónőnek, a ligazgató úrnak a munkáját, és uh, egy fiatal, ambiciózus csapat vette által, mostan több uh, iskola bemutatót, iskola promováló uh, előadást tartanak, hogy a sóvidéken minél több gyereket tudnunk akár korondra igaz odahozni, megismertetve a turizmus, a, a népművészettel, és bíznunk abban, hogy ezekből ki lehetne nevelni azt a generációt, amely fenntartaná a továbbiakban is a fazakasságot, vagy a népművészetet. Mert hogy mit tanulnak ott a fiatalok a középiskolában? Jelen pillan pillanatban turisztikai szak van, és ö, ö, ilyen pincérképzés, szakács képzések. Hát ezek, mondani. ezekre hát, nagy szükség igen, van. Igen, így van. A, de mi szeretnénk azt is, hogyha lenne tudnunk indítani egy olyan népművészeti osztályt, hogy akár a a megtanulása, vagy mint ahogy mondtam, a taplászat, ami, amiből ki nem ezelőtt egy pár évvel, úgy mondjam, korondon, amikor működött a, 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 kerámia gyár, több osztály végzett a kerámia szakon, és azokból az emberekből maradtak fenn az idősebb korosztály, igazi a fazakosság, most azoktól tanulták meg a gyerekek vagy a rokonok ezt a, a, foglalkozást. Egyébként ez kinek a döntése egy, egy osztály, egy, egy szak létrehozása? Az önkormányzat kezdeményezi, ugye? Csak hogy azért van egy hosszú folyamat, tanfelügyelőségminisztérium, minisztérium, igen, hát karöltve az iskola vezetési, vezetőségével azon gondolkozunk, igazán, azelőtt egy éve már meg kell kérni hogy az, az iskolának a, a profilját, hogy milyen, milyen osztályokat szeretnénk indítani. Na ez meg is történt, de igazán akkor, amikor ez megtörténik és jóváhagyás lesz, akkor kezdődik a lobby, hogy ne csak kapjuk meg a papíron a, a jóváhagyás, hanem azt, hogy tudjuk feltölteni tartalommal, legyenek gyerekek, akiket be tudunk iskolázni, és akik szeretik ezt a szakmát. Uh -huh. Polgármester úr, kulturális szervezetek, egyesületek támogatására van-e lehetőség az önkormányzatnak? Van, hiszen hát mondjuk ki Koront község polgármesteri hivatala egy gazdag önkormányzat a romániai viszonyok között. Minden tehát, esztendőben, javán. minden esztendőben pályázatot írunk ki a, a, a kulturális intézményeknek, akár pro a fózenekarnak pro alapítvány, akár a, a, az úgy mondjam a sportnak, egyházi szférának, egyesületeknek. Nem nagy összegről beszélgethetünk, de minden esztendőben azt a bizonyos összeget vagy önrészként, amivel pályáznak a megyei tanácshoz, egy pályázatos, az önrészt tudjuk neki biztosítani. És úgy látom, hogy ennek évről évre, az az eredménye, hogy az egyesületek, akár minden mint a turisztika kialak, akkor ők már tudják, hogy ha egy pályázatot benyújtottak, akkor az önkormányzat részéről a saját részt, az önrészt meg tudják pályázni. És ez egy nagy lehetőség. Hamarosan itt a Pünkösd a búcsú ilyenkor, hát Hargita megye, úgymond megtelik turistákkal, akár Korond is, bár önök azért mennyire vannak? Egy Jó, 100 kilométerre vannak, ugye? 100 kilométerre van csak szóra. Hogyan készülnek a búcsúra? elsősorban lelkileg, és uh, van egy nagyon jó hagyományunk, hogy a testvértelepülésekkel, testvértelepülésekről ilyenkor szoktunk uh, fogadni egy delegációt, akár 10-15 személyt, együtt megyünk el a, a Csíksomjai búcsúra, együtt veszünk részt az ünnepi szentmisén, visszajöhet el itt korondon, akkor a fazakasoknak van egy kirakodó, uh, egy bemutató helysége, ahol a a korondi fazakasok ottan a termékeiket, azok is be tudják mutatni, akik nem a főút mellett laknak, és ezt a pár napot, két-három napot akkor együtt ültsük, úgy hogy végig látogatva a kiállításokat, a központot, akkor egyben hangoljuk, úgy, úgy mondom, a, a kellemes a hasznossal, a lelkit, a világival. Egyébként korond része a Mária útnak érinti, ugye? Igen, érinti konodot is, felső sófalván jön által, egészen kifélyön atyá, atyához, megy be etédre, és etédről jön fel, él a felé. Úgyhogy azok az útak is, hogyha megépülnének, akkor az zarándok útként is nagyon, nagyon sokat, sokan használnak. Korond község polgármestere Katona Mihály, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot kíván. A nézőknek köszönöm a figyelmet, a gyagási Levente vagyok, további szép délutánjuk legyen viszontlátással.